Beszéljünk egy picit, Zoli, arról, hogy mi történt veled 2012 végéig, hogyan jött a rallycross, hogyan jött az autósport? Hát igazándiból én rallizni kezdtem el, vagy először slalomversenyeken indultam, aztán egy-két rallin, tehát ott a ütőképtelen volt az akkori Skoda. És akkor egy barátom katona volt Szombaton, én lementem látogatni, és ott láttam, hogy van autóverseny, és én elmentem egy rallycross versenyre, akkor láttam életem először. És úgy megtetszett, ez volt mondjuk azt hiszem szeptemberben, Szombathelyen, és utána a következő évben indultam az első rallycross versenyre, és egész évadot mentem. Utána még azt hiszem 4 vagy 5 évig mentem Skodákkal. Aztán volt egy kis szünet, utána bélelt kocsival, Fodor Gyuri féle Toyota Celicával, ahol fel is borultam egyszer. Aztán megint egy pici szünet, és utána 99-től folyamatosan most a nagy kategóriába. Tehát már ez lesz a 15. éve, hogy a D1-be megyünk. És honnan jött ez a Skoda dolog az elején? Skoda dolog? Hát az utcán, a mellettünk lévő utcában lakott egy srác, aki összehavarkodtam, és ilyen Skodákat berhelt, tehát ez egy tök véletlen volt, és akkor neki volt egy... Meg előtte a túraversenyeken, nekem utcán Skodám volt először, és túraversenyeken indultam vele, egy hétvégenként voltak így vidéken, ilyen óriás slalommal meg üzével, és akkor ő is Skodát javított, és akkor innen indult ki a Skoda. Akkor térjünk vissza a D1-re, ugye akkor, akkor jött a Nissan? Azzal a D1-be igen, 99-ben jött a Nissan. Ugye akkor Kotán Péter volt az Isten Magyarországon? Igen, és akkor jött be mellé a Balázs Bandi, aki kezdett nagyon komolyan, aztán ugye utána jöttek a Mitsubishik, tehát akkor élett ez a... Vagyis hát akkor eléggé éles volt ez, mert 8-9-en indultunk egy kategóriába, Ford Escortok, tehát elég jó versenyek voltak. Hogy jött a Nissanból a Mitsubishira való váltás? Azért, mert abból volt a legtöbb? Nem, akkor Mitsubishiből rallyban volt csak sok, rallycrossban csak 2 volt, csak én láttam, ahogy azok működnek, meg ugye a Nissan japánsága miatt, ugye abban sem volt olyan sok gond, hogyha nem rontottunk el valamit. És én azt olyan üzembiztosnak gondoltam, meg láttam, hogy rallyban ennyit kibírnak, tehát a széria, az ennes kategóriát Mitsubishik kibírnak egy best team-ből, itt akkor biztos, hogy jó kocsi lehet, tehát én így választottam. És hogy érzed kellett most ezt így jó néhány év? Ez egy nagyon jó választás volt. Tehát igazándiból én annyira szeretek velem, olyan egy szimulátor, meg tényleg az, hogy egy csomó alkatrésze megegyezik a gyárival, hogy kicseréljük ugyanolyan méretűre, de nagyon könnyű építeni be jó kocsit. De hát ez látszik is az eredményein. Hogy érzed, mióta van melletted egy olyan csapat, ami biztosítja ezt a hátteret, hogy így tudsz menni az elejébe? Hát ez egy nagyon régi dolog. A Skodás éveim közepétől velem van már a Turbo Gyula, a Posztobányi Gyula. És már akkor az LR-emet csináltam, amikor már 130 LR-rel mentem. Majd utána a Fodor Gyula utolsó csinált, és a Nissant az elejétől fogva. Sőt, akkor csatlakoztak hozzá a fia is. Először a legidősebb, aztán a középső, és most meg már kicsi, mert ő is 20 éves, tehát konkrétan a legnagyobb fia az velem van 15 éve rallycrossba, az öreg is, utána a tatya is rá 1-2 éve, vannak olyan fotók, hogy mögötte már, mint kisgyerek, most meg már ő állítja a laptoppal a versenyautót, tehát ez tényleg olyan, mint hogyha a gyerekeim, vagy a haveri, vagy a testvéreimmel mennék, tehát ez, az öreg Gyulával most már 25 éve vagyunk kapcsolatban, tehát ez tényleg egy ilyen családi dolognak számít. Miben látod azt a sikert, ami évek óta veled van, vagy melletted van, vagy akivel karöltve együtt vagytok a rallycross csúcsán? Hát a siker ez a nagyon jó csapat, amiről beszéltünk. Minden az értenek, már oda se engednek a kocsihoz. Régen az én is szeretem, meg szeretem is csinálni. A csapat a nagyon jó kocsi, amit ugyanaz a csapat csinál, meg szerintem a nagyon nagy tapasztalatom. Tehát azért ennyi év után már higgadtabban tudja az ember ezt kezelni a versenypályán történt dolgokat. Nem arra gondolok, hogy lassabban, hanem hogy megszokod és már le tudod magadba játszani, hogy mi fog történni, hogy mint, tehát meg utána el is tudom mondani. Nem az, hogy leszáll a vörösköd és akkor utána vagy kapkod az ember. El is rontom, próbálom visszaállítani magamba a dolgokat és így. Mert rallycrossban ugye hibázni sokat nem lehet, mert olyan rövid a táv, ugye hirtelen halál, hogy egy-két hiba is elúszik a verseny. Tehát ezt nagyon összpontosítani kell, és ez ennyi év alatt szerintem azért megtanultam. 90-es év végéről beszéltünk az előbb,
régi felvételeken látszik, hogy iszonyatos mennyiségű ember volt a pályák szélén, akik szépen lassan eltűntek. Ezt miben látod ennek az okát, vagy a helyzetét? Ennek az okát abban látom, amit nem is értem, hogy hogy működik ez, hogy minden hétvégén van egy amatőr verseny. Az ország bár minden részén, és az embereknek ez pont elég autóversenyből. A környéken, amit rendeznek, ezért nem hajlandóak elmenni távolabbra. Holott ez egy jobb verseny, de egyszerűen elég nekik belőle. Ez igaz, azért is csökken a nézőlétszám, a versenyzőlétszám, mert inkább megy az ember a szomszédfaluba vagy a szomszédvárosba, mint egy országos bajnoksága, holott az lenne a fejlődés dolga. De én ebben nem akarok senkit ebben megsérteni, mert jó pofa az amatőr verseny, és csak így elveszik az OP-tól a nézőket és az indulókat. Másodvirágzását éri, talán mondhatom, hogy másodvirágzását éri a rallycross jelenleg, tehát nagyon sokat fejlődött az elmúlt 4-5 év alatt. Milyen érzés látni a fiatalokat, ahogy jönnek, és most már tényleg látszik, hogy évről évre lépkednek előrébb. Nekem ez nagyon tetszik. Meg néha ilyen viccesen meg is mondják, mert majd nem sokára elkapunk, Zoli, meg én ezt nagyon várom, de persze megélni rossz lesz, mikor majd elvernek, én ezt előre tudom, hogy hát ez nyilván mindenkit, tehát ez mindenkivel nem lehet, vagy abba hagyja az ember a csúcson, de én még nem akarom abba hagyni, tehát ahhoz meg aztán végképp nincs kedvem, de látom én, hogy lesz ebből olyan, hogy nem én leszek, de ez most már biztos, és ahogy a többiek is fejlődnek, ugye nekünk az autóval is nagy előnyünk volt, hogy 1000 évet csinálunk meg, ugye 15 év, 4 kerekes autóval, de most már akik több éve jönnek ellenem, azok is megtanulják ezt, és tényleg már ott fog eldőlni, nem az, hogy nekem technikai előnyöm van, vagy rutin, hanem tényleg most már verseny face to face, mint a VB-n is, hogy van, hogy 5 versenyből 5 mindig másik ember nyeri meg a versenyt, úgyhogy én érzem, hogy az egyre nehezebb lesz, de ez nekem nagyon tetszik. Azért elmondhatjuk azt, hogy a kategóriában egy páran megpróbáltak megcsipkedni az elmúlt 2 évben. Vazsolék, ha technika nem hátráltatta őket, akkor azért ők is ott voltak a közeledben. Mozer Attila is nagyon sokat fejlődött, és hát ugye Kárai Tomit ne hagyjuk ki a sorból, akivel egyre-egyre szorosabb lesz a dolg. Hát igen, azért meg szerencsém is volt, hogy Kakucson ő ugye az elején elrontott, és azért volt annyi pont előnyöm. Így Nyírádon csak egy lazát kellett mennem, de különben ott ilyen Nyírádon dött volna, hogy kinyeri. Tehát az év tényleg ilyen pár ponton belül működött. Ugyan kiestem Mária Pocson, nekem az volt, ami visszavetette a biztonságos évet, hogy az a döntőbe felrobbant a motorom, és utána folyamatosan üldöztem a Tomit, hogy visszaszerezzem az előn. Igen, tehát ez a pontokból is látszolgott végig, hogy ott az egy-két eldobott pont az a végén igen, sokat igen. Hozott, és így is 3 pont lett a különbség között. Tehát 2 vagy 3, nagyon picit, 3 igen. Pont, igen. Ezt reggel utána néztem. Akkor vegyük egy picit elő ezt az idei, 2013-as szezont. 2012 végén már érezhető volt, hogy Tomi közel van. Én próbáltam egy picit húzogatni a bajszotokat az első nyirádi teszten, hogy lesz-e Károly versus Harsányi csata az idei évben, és ti mondtátok, hogy nem szerényen. Azért nem volt olyan könnyű ez az idei év. Tehát azért kezdjük akkor az első versenyről, a szezonnyitón várjuk Hócsos Itannál, ahol hó, eső, szél, sár, por, minden volt. Igen, az első verseny az érdekes volt, elkezdett havazni, mikor a verseny napja volt, az érdekes volt, és előző napi víz után pedig hát egy porréteg volt a pályán konkrétan. Nagyon tetszett végül, hogy utolni azon videókat, mert úgy mentünk, mint a drift autó, konkrétan csúsztunk keresztbe hosszába. Ami az én kocsimnak előny, az aszfalt, az övének a murva, és itt a pálya miatt, és a talaj miatt kilették hátulról a nagyon gödös murvát, ami az ő kocsinyának kedvelt. Ezért nekem könnyebb dolgom volt, hogy megnyerjem azt a versenyt a full aszfalt pályán, mondjuk úgy. Mária Pócson azért azt tudható, hogy ott a rajt, az első kanyar. Szinte mindent eldönt. Mert onnantól kezdve hát igen, nincs joker kör, igen. Tehát ha nem hibázol nagyot azért. De azért bele lehet kergetni a másikat, vagy magadat is, hogyha üldöznek végig, azért el tudja rontani az ember. Ugye elég nagy tempő kanyarok vannak, elég sok bejárattal, tehát a célkanyarról ne is beszélj. Tehát ott konkrétan el lehet kezdeni 3 helyről. Most, hogyha valaki ott azért egy kicsit úgy elveszi a féktávot is, mellédél azért. Szóval nem egyszerű ott se nyerni. Hogy döntöd el egy pályán, illetve egy versenyszituációban, hogy igen, autózol, vagy azért meghúzod egy kicsit keresztbe, tehát színezed a nézőknek, vagy belülről ez már nem, tehát ez már természetesen jön minden kanyar, hiszen idézőjelben évek óta ugyanazokon a pályákon. Hát igazán az ember hajlamos, hogy színezi, nekem volt egy-két évem,
amikor elkezdtem, a kocsin egyre jobb lett, egyre erősebb lett, nem is szorongattak annyira, és rámentem erre az erőből autózásból, mert sokkal egyszerűbb odaérsz, kicsit kérdéfék, meghúzod és keresztbe. De az nagyon visszalassít. Tehát... De ez magad szórakoztatása? Igen, is. Meg egyszerűbb is, tehát akkor nem a határokon mész, hogy épp hogy befordul, hanem akkor csak meghúzod keresztbe, és az, az egy sokkal könnyebb dolog. De viszont másodperc, amikor nagyon szoros, akkor ezt nem lehet csinálni, mert az egy-két csúsztatással elúszik egy-két másodperc körönként. Úgyhogy most vissza kellett állnom arra a tényleg, hogy csak annyira menjen keresztbe, hogy ne túrja az órát. Ami nem olyan egyszerű ezeknél a fix hajtásúaknál, ugye itt nincs aktív hajtás, meg leolt, beolt. Úgyhogy, de egyre jobban megy ez. Én azt mióta visszatértem, mert mondták is kívülről, hogy szép-szép, de egyre lassabb vagy, és akkor én ezt meg is értettem, és akkor abba hagytam ezt az erőből autózást. Ezt szerinted kívülről a pályaszéléről az emberek ezt értékelik, hogy inkább mész az eredményed, de kicsit kevésbé látványosabban? Hát jobban szeretik, hogy a Tomi farol, de viszont abban nyerem meg, hogy én nem annyira. De már én sem úgy megy, tehát nem full even, mint régen a Nissan, az nem volt még akkoriban annyira kakas, hogy abban lehet söndriftelni. Azért a Micsúval sem megyek már teljesen, tehát nem megy teljesen even, most már tudok gyorsan menni, úgyhogy keresztbe megy. Tehát ez sikerült a futó. Meg mondom, ez a, az X, ez a nagyon sok év, amivel be tudták állítani fők a futóművet. De tényleg még idén is állítottak rajta olyat, hogy sokkal jobb lett tőle. Erre mondtál egyszer egy aranyos történetet az idei évben Greinbachról, hogy mondtad, hogy nem tudsz itt menni, valamiért nem vagy. Igen, ez a legnagyobb gyerek volt a Posztaványi családból. Azt és láttuk, hogy nem tudunk befordulni ebbe a hosszú kanyarba, égett az első gumi, de komolyan négy körül lement róla 5 mm, konkrétan nem lehet autózni. És azt mondja, na majd én állítok rajta valamit. És állított egy olyat, én azt hittem, hogy nem tudok kiállni a depóból, annyira eltekerte a hátulját. De az ott a Greinbachban top az autó, tehát konkrétan úgy megyek vele, hogy akarok. Akkor második futamnyírád. Nyilvánom, tavaly volt egy érdekes szituációtok Tomival, amikor az ugratón egymás mellett mentetek, és ott sokan azt mondták még kívülről, és elnézést kérek a Károlyi csapattól ezért a kérdésért, így elmondom, hogy ott még a Tominak a rutintalanságára volt fogható az a megpördülése, holott nem is értetek össze. Hát talán egy nagyon picit, ha össze, de nem a levegőből ugye nem tudja irányítani az ember. Igen, lehet, hogy... De nem tudom egyébként, hogy miért pördült meg. Talán az, hogy én... Váratlanul estem be mellé, talán az volt a fura, meg hogy tényleg azt hitte, hogy összeérünk, és az ugraton talán szerintem egy picit keresztbe ugratott el, és amikor leér a keresztbe ugrató autó, az eléggé furán kezd el működni. Ez... Kivéve egy elvés autót, mert azért ott láttuk, hogy ők úgy igen, tudják venni igen, azt a kanyarszot. Igen, de azért ők is kormányoznak olyankor, azért látszik, hogy akkor életre halára megy a kormányzás, ugye ez a kettőnek az összegség, ez a hirtelen, meg véletlen, meg izé, ez úgy. Én igazándiból eljövő kimentem volna a Joker körre, talán az a legegyszerűbb, én is csináltam egyet, hogy az ugratót nem tudtam összeszedni, és akkor inkább kimentem a Joker körre, hogy ne kelljen már megpróbálni még ott lefelé 150-be fordulni balrat, mert az azért nem olyan egyszerű. Mennyi rutin kellett ahhoz, hogy el tud dönteni, hogy mikor kell az a Joker kör? Vagy van egy sokdol, hogy ha az elején mész, akkor a végén mész ki, ha végén mész, akkor meg az elején mész ki Jokerre? Igen, de nagyjából van egy sablon nálam. Tehát, ha az elején megyek, akkor utolsó, már ha nem számolom el, de ezt egy pár szó el szoktam számolni az ember a drukba, meg nem mindig nézel fel a körszámra, és akkor van, amikor a harmadikban megyek ki a negyedik helyet, de elvileg, ha elején mész, akkor az utolsó körbe érdemes. Ha kivéve, hogyha olyan előző meg rajtnál, aki amúgy gyorsabb, de hogyha az elején azt le tudod és vissza tudsz jönni, akkor fel tudod tartani. Tehát ezek úgy sablonok, hogy a többi ember, akikkel mész, azokhoz képest kell ezt kitalálnod. Vagy ha lerajtol olyan, aki tudod, hogy meg tudod verni, akkor is nem biztos, hogy az első körbe kimert a Jokerrel, mert ha a többi versenyzőtársad olyan, aki lassú, és beérsz mögéjük, akkor meg ők tartanak föl. Tehát ez mindig a akikkel megyek, úgy döntöm el előre nagyjából, hogy mi lesz a sorrend, és a rajtnál, ami kiderül, hogy azt látom tükörből, meg kimegy előttem, kimögöttem, és akkor így rakom össze. Mennyi időd van az autóban gondolkodni bármi is, vagy csak a versenyen jár az eszed? Tehát a következő kanyar, vagy a két kanyarral előre gondolkodsz, hiszen a pályák azért a kezedben vannak. Tehát mikor versenyzem, hogy mennyire vagyok így korlátozva? Én egész higgadtan tudom ezt kezelni. Tehát most már egy csőlátás, az mennyi időt elmúlt a versenyzésben szerinted? Hány év után kellett hozzá? Hát 8 év biztos szerintem. Tehát azért, mikor az ember odáll rajtad, és
durog ez a 6 darab 500 dolláros autó, az egy picit, az adrenalint annyira megnyomja, hogy tényleg nem is csodálom, aki kijön és nem tudja elmondani, mi történt, mert azért tényleg ez akkora flash, hogy az ember. Meg az, hogy 6 körön át olyat kell koncentrálni, hogy ez Spitzmüller Csaba mondta egyszerűen, hogy ő nem is gondolta, hogy 6 körön át úgy el lehet felrenni egy egész napi rallin. Ő azt mondta, hogy erre nem is számított, úgyhogy volt olyan, hogy még ült egy-két percet a kocsiból pihegve, és mondta, hogy mindjárt csak kicsit kapok levegőt. Kicsit talán több felé kell nézni, mert azért több oldalról jön a hatás, mint... Igen, meg hogy nem tévedhetsz, tehát... Ez pedig érdekes, mert kívülről azt látná az ember, hogy inkább itt van egy picit lehetőség arra, hogy korrigáld a hibádat, hogyha... Persze nem akkor, ha valakit üldözöl. Igen, de nagyon gyorsan akarsz lenni, vagy egy picit hibáz, egyből utolérnek. Tehát akkor már támadhatnak, akkor már tényleg is zárni kell az hívet, tehát... Térjünk egy kicsit vissza a régebbi időkre. Kik voltak azok, akiktől kértél, vagy akiktől elfogadtál tanácshoz? Kezdetekkel. Így versenykor? Igen. Mondjuk amikor például bejutél először a D1-es autókba, akkor váltottál. Azt gondolom, hogy Skoda után egy D1-es autó azért ez nagy változás volt. Hát igazándiból úgy nem volt nagy változás, hogy nekem akkor utcán ugyanilyen autó volt, ami jó erős volt, egy négykerekes Nissan. És én volt ilyen utcai gyakorlással. Én tulajdonképpen ebből a dologból én nem... Hát ezt meg sem hallottuk, hogy utcán gyakoroltál. De persze, lezárt utcán. Úgyhogy én nekem igazándiból nem volt olyan. Abban az időben nem is ismertek annyira az akkori nagyizék, meg nem is volt erről szó, hogy ki hogy megy, vagy segítséget kérni. Tehát mi ez a csapat építette fel ezt az egészet. Mit szóltak hozzá az akkori menők, amikor megjelentél a Nissannal, és meglett az első bajnoki cím, és rájöttek, hogy igen, tehát egy komoly ellenfélről van szó. Hát már előtte nagy volt a csöde, mert az első Mária Pocsi verseny, az még aszfalt, meg ilyen, nem is így nézett ki Mária Pocs. Az első verseny, aztán második lettem. De ez ilyen szerencsém, mert a nagykocsik össze-vissza ütköztek, én kikerültem őket, tehát meg nem voltam annyira lassabb, hogy vissza tudjanak állni, tehát ez ilyen mázlival. És aztán első év végén már harmadik helyen mentem. Tehát azt, hogy mindig befejeztem a versenyt, ugye az akkori Fordok izék azok nagyon gyorsak voltak, de hajlamosak voltak, hogy bedöglenek, meg ugye összetörték egymást, azért az érdekes szituációk voltak. És ez ilyen suranópályán engem ilyen szerencsés ízének mondták, hogy azt, hogy nem indulok, hogy harmadik, tehát az időben ez így volt. Hát az nagy csodálkozás volt, amikor a Révész Tomi, meg ugye a Mitsubishi, a Révész Tomi a Corollával, meg a Mitsubishi még mentek, és akkor én meg a Nissannak volt egy ilyen nagyon nagy ugrása. Kiszélesítettük, új komputer, új motor, és minden összejött. Előző próbálkoztunk mi már, és nem. Volt olyan év, hogy azért kerültünk nagyon hátra, mert minden versenyen tönkre ment a motor. Az egy olyan év volt, de utána olyan robbanásszerűen nagyon gyors lett a Nissan, és utána nem egyszerűen, amikor megjutottam vele verni a Corolla WRC-t, meg a Mitsubishit, akkor tudtuk, hogy csak pont addigra lett olyan gyors, amire mire meglett a Mitsubishi is félig. Tehát az első bajnokságot a Nissan, aztán 5 versenyből 4-et megnyertem, az ugye bebiztosította, és utána a Mitsubishivel gondoltuk, ha már kicsi problémák lesznek, akkor is megvan a bajnokság. Akkor harmadik verseny. Mit éreztél annál a rajtnál, amikor szétment a ménes Mária Pócson? Ugye ott megint hát, belülről indultál volna, ugye ott a szokásos, hogy igen, megint kanyarba kihúzza a belsőre. Igen, hát megint pole pozícióból mentem. Hát fura volt. Megugrott egy kicsit, elgyengült, és följött egy ilyen pamacsa motor, aztán hát mondom, ez itt. Pont az EB előtt. Nem is gond, igen. Egyből az zajlott, nem mondom, az EB előtt. Egy sorsági között. Valami elszállt abban a Mitsubishiben. A csapat meg annyira jót tett, hogy az EB-re kell készülni, hogy 3 nap alatt sikerült egy 547 lóerős motort csinálni. Tehát, úgyhogy ez a másik motor komplet kuka lett. Tehát az egyszerre úgy lerendezett mindent, hogy ott mindent tönkrementek, majd még a hajdani tengelyek is. És hát meg, mármikor ott kiálltam és mentek a többiek, tudtam, hogy ez nagyon nagy hátrány nekem. Hogy most egy idezőben első-második hely helyett egy ötödik, vagy egy hatodik hely. Ezt tudtam, hogy onnantól megint utána kapaszkodhatok az évbe, tehát ezt tudtam egy ilyen hiba után. Volt egy ilyen hasonló év, amikor még az éjszakai verseny volt, és első helyről kaptam egy defektet. Igen, hát attól is teljesen kívül. Hosszú volt a szelep, vagy mi volt a probléma? Igen. Kicserélték, az elvére rakadtuk fel a gumit, és kicserélték hosszú, és a homokba, ahogy mélybe ment a kerék, leszakította a szelep, a gumiszelepet. Mert mindig a legrövidebb ilyen gokárt szelepet rakunk bele, csak egy centis. Ugye a két kerék összeér, vagy a föld ne tudja leszakítani. És ezzel meg volt egy ilyen 3 centis. Ez komoly, azt hittem, hogy utána megint. Hát igen, akkor ahogy beszéltük rá egy hétre. Következő hétvége pedig Rallycross LV.
Kicsit más ez az EB, mint amilyen az előzőek voltak, nem? Tehát egy picit olyan, mintha savanyú lenne a számvizet. Nem azért, mert... Igen, kicsit túl pörgik ezt a médiát, meg egy-két ember kiválasztott, meg mindent lehet. Plusz elvitték a... sok nagy nevet elvittek. Plusz elvitték a kedvüket az embereknek, ezért, tehát nekem ez nagyon nem... Ez egy igazi olyan Európa-bajnokság volt, hogy bárki oda mert, nagyon sok indulóval. Tehát a tizenpár kocsi jön, szerintem ez kevés erre a dologra. Hát meg igazándiból a Supercarson kívül az összes kategóriát megdöglesztették, igazándiból leírják. Nagyon nagy díjakkal, igen. És ez már csak ilyen tévéműsor lett belőle, az érzésem. Pláne most az idei értől, hogy VB lesz belőle. Igen, világbajnokság, most már beszállgondom, nagyobb csapatok innen. De hát majd remélem, ez a Challenge Európa-bajnokság, ami a kis Európa-bajnokság, remélem, ez fejlődik, és oda visszajön az a régi mag. Ezek az amerikás meg azért nagyon menők, azok megmennek majd ott egymás ellen. Körülbelül ezt tudom elképzelni. Hát akkor térjünk ki egy kedvenc ismerősödre. Tehát én azt mondanám, hogy az osztrák az idei évben, tehát a mostanában az utóbbi időben hozzánk ellátogató szuperkászos két osztrák közül az egyikre, én úgy tudom, ahogy itt látom, hogy az egyikkel nagyon jó a viszony, a másikkal már kevésbé. Ugye akkor vegyük elsőként azt, akivel talán kevésbé, Alois Höller úr gondolnék, akivel azért összeakasztottátok a bajszotokat az elmúlt évben egyszer. Kicsit furcsa az öreg. Hát ez furcsa, szerintem nem normális. Vagy én nem tudom, a bőrlökocsibok elveszti az eszét. Nagyon agresszíven megy, nem látja be, hogy... Meg neki mind... Nem is tudom, vannak jó pillanata, és vannak aztán, amikor annyira furcsa meg, mikor neki mi az embernek ok nélkül, meg nem lát a... vagy nem lát a pályán, már nem tudom, lehet, hogy a kora miatt, de nem tudom. Egyébként nekem, én már akkor nem szívlehetem, mikor még egymással nem is volt kalandunk. Csak kívülről láttam, hogy egy csomó emberrel így viselkedik úgy, meg ahogy beszél, meg állandóan magyaráz, meg izé. Meg kívülről csak a kis BMX-en bicikliző kis, bocsánat, azt mondom, kis bajor parasztánban látszik igazán, a gumicsizmával. És én kívülről láttam sok versenyzőnek, neki ment ismerősömnek, és én már eleve akkultáltam, és a Szedicsányban pont mellettem voltam, mondom, és én kezdtem mégis ezt a dolgot. Kicsit rásegítettem is felugorjon a Ramlerről, hogy majdnem felborult. Azóta már egy ott voltam mellette, különben felborult volna. És akkor is verseny után, persze nem volt ez teljesen szándékos, egy kicsit el akartam lopni a dolgot, de utána egyből ott fenyegetőzött, utána járt a kocsinak, én úgy csináltam, mintha neki mennék, és azóta nagyon jó a viszonyunk. Majd utána rám fogtak, igazándiból amikor még nagyon megharagudtam, amikor rám fogták, hogy egy Mária Pocsot úgy nyerte meg, hogy a döntőjét leszakadt az eső. A negyedik helyről mentem, csak felraktam zsírói vizsgázsúmikat, és a negyedik helyről lerajtottam őket lábból, nem volt rajtogramom se. És ők azóta, utána évekig minden verseny után aláfeküdt a kocsim alá, mert ő meg se kérdezi, hogy bejöhet-e. Uh-huh. Tehát aláugrik és megnézik, mert meg voltak győződve, hogy én aktív hajtással megyek. Uh-huh. És ezt én nagyon nem szeretem, amikor engem csalónak titulálnak, mert nekem, tehát én, ha nyerek és csalva nyernék, akkor én nem is állnék oda, tehát nekem, uh-huh. nekem az nem győzelem. Uh-huh. Úgyhogy ezek adták össze a dolgot, és akkor volt a tavaly előtt ez a Graham foglalói, amikor szándékkal hátulról nekem megy, úgyhogy eltörik a felmi, tehát ez nem olyan kis kocs igazándiból, tehát ő neki kellett. Most az, hogy én annyival előrébb vagyok, hogy a hátsó kerekemnek úgy nekem jön, azért ez. Tehát ott el kell, hogy megy egy kicsit. Máskor pedig érdekes, hogy tök normálisan viselkedik. Tehát én egy kicsit tartottam attól, hogy például igen. Most az év végi nyíládi futamon is mondjuk az ő kakaskodása miatt fog eldőlni mondjuk a bajnoki cím úgy, ahogy ami nem lett volna korrekt az idei évhez közöttetek Tomival. Győjövat közöttből a dolgokba. Igen, egy Nyírádon nem tud jól menni már. Igen. Tehát Nyírádon elverjük nagyon. Tehát ott nincs a közelünkbe. Igazán úgy, hogy hát versenyben... Meg én azt mondom, hogy ahányszor láttam mostanában itthon versenyzni, szinte mindegyiken valahol tört az autó, megütött valamit az autó. Tehát spicivel is összeakaszkodott kapucson. Igen, tehát ott fenyegetőzik a pálya széléről integet, tehát ugyanezt láttam, mit tudom én, Melkbe is az idején, hogy ott is rajtnál a Ramlerrel összekocolták egymást is. Úgyhogy én ezt nagyon nem szeretem, tehát pont ezért a habitusáért mondom. Akkor térjünk át a másik úriember, akiről ideig beszéltünk, Peter Ramler. Ramlerrel volt egy régi viszonyunk, az Nissan. Én a Nissan-nal mentem, egy Volkswagen Golf-a. Én még nem is tudtam akkor, de nagyon jó golf volt, az volt az egyetlen ilyen német márk, ami így ment. Lángolt, és tetszett is, ahogy megy, de nem is tudtam, hogy őt csináljam, akkor még jobban tiszteltem volna, mondjuk úgy. De most olyan utat, és ő csinálja. És akkor egyszerűen, és ő összeakasztott össze velem a bajszát, a Nissan-nal mellé mentem tisztelni kanyar előtt, és oldalra úgy nekem jött, hogy mit eltörtek a kormányosztok, vagy elgörbült minden, meg izé.
Azon a versenyen ezt vissza is adtam, mert amikor én volt, mögé mentem és kitoltam, pont ahol a transzparens ki volt írva, hogy hajrá Ramler, oda kitoltam a nézők elő, leakadtam róla és tovább mentem. Az érdekessége az autónak volt olyan, hogy ahogy toltam hátulról, az egy dolog, hogy utána tele volt kipufogó nyomulalók hárítva, tehát kiolvasztotta a karikákat, de volt olyan, hogy féktávon, ahogy pont rajta voltam, nem toltam, még csak teljesen hozzáértem, és a Golf, hogy lángolt egyet, az én Nissan motorháztetőm intercooler kijáratán jött ki az a láng. Hát erre sajnálom nincs kérdés, egy pillanatra itt. Tehát az ő autója befújt a kipufogója a motorterembe, és az nekem motorháztetőmön jött ki. Úgyhogy ez volt a Golfos Nissanos korszak, aztán utána egyszer egy Merki versenyen, az egyik futam előtti rajtnál odajött és elmagyarázta, mert egy-két szót tudok németül, de megértem, hogyha beszélnek hozzám, hogy ne bántsuk egymást, hogy aki előrébb van, az menjen gyorsan, hogy jó időt menjünk, ne abban foglalkozunk, hogy egymást kakaskodjunk, hanem aki lerajtolja a másikat, az szabadon menjen elő, és akkor azóta ez be is tart, tehát nem lökjük egymást, nem, tehát hogyha olyan szitu van, akkor egy picit se érünk egymáshoz. Meg volt, hogy hozzám ért egy kicsit, a lökállítól lett egy folyt, és akkor átront az ő reklámozó ilyen mini kolbászokkal, meg mindig hozott valamit, hogyha úgy nekem jött, amit nem akart. Úgyhogy ott nagyon jó a viszony, az ilyen elismer, mit tudom, a tizenéves együttversenyzésre úgy van vele, hogy aki gyorsabb, az megy elő. Mária Pócs volt a harmadik verseny, utána jött Greinbach, igaz? Greinbach. Igen, hát én, hogy mondjam, tehát nem szeretnék költői túlzásokba esni, de az egy olyan verseny volt, ahol elmondhattam azt, hogy életemben először nem kellett fotóznom és kameráznom egy döntőnél, és tátott szájjal néztem a pályán belülről, ahogy kijöttek a sikámból és ráfordultok a célegyenesre. Én ott állhattam médiás felsőbe, és tátott szájjal néztem azt a döntőt, hiszen én azt mondom, hogy az a rallycross EB-t, és azt mondom, hogy az elmúlt években, amit láttam, az a döntő, az mindent lepipált. Tehát ott olyan párharcok jöttek létre, te a Ramlerrel az élen, Tomi a Höllerrel, és utána még a Varzoli és a, nem is tudom még kivel volt, a Kotán Petivel, vagy nem a Kotán Petivel, nem tudom, tehát a Mozer Attilával, tehát ők is fej-fej mellett, tehát kettő-kettő, és egyszerűen alig tudta az ember, hogy hova nézzen, és tehát ahogy ott a Jokerről visszajövett például a Höller és a Tomi közé, és azt mondom, hogy a kezemet se tettem volna be. És hát ugye te is ott a két kerekezéstől minden, tehát az... Az már az előjele volt, hogy utána felborultam Lengyelországba, szerintem már kísértettem nagyon az dolgokat. De az is egy komoly verseny volt, tehát... Igen, az a Greinbach nagyon. Nem is gondoltam egyébként. Na mostanában ott a Ramler, ugye nem tavaly jött az EB-n, ami 6. vagy 8. lett még a régi felállású EB-n. Én nem is gondoltam volna, hogy meg tudom, tehát ilyen simán verni, úgymond. De a hozzáállását sem értettem, mert ugye a döntőben ott jött mögöttem, nem volt túl nagy előnyöm, és mindig néztem, mikor még ki a Joker, és velem jött ki a Joker, tehát ő konkrétan meg se próbált engem megelőzni. Nem is értettem ezt, hogy miért egyszerre jön ki velem. Ő eldöntötte neki a második helyet, tehát ez ilyen, amiről visszatérek, hogy így gondolta, hogy úgyse tud gyorsabban menni, és követett végig. Ezek után jött a két kakucs, ahol hát az idei év egyik kakuk tojása volt, hogy az a híres első kakucsi rajt, ahol ismét mondhatom azt, hogy konfliktus keveredett közöttetek és közöttem és Tomi között. Ez a második volt, nem? Nem az első volt, mert utána jött a nagy szünet, és a másodikon meg már ott már nyugalom volt. Tehát mindenki feszülten várta, ugye nagy szünet volt a két verseny között. Ja, milyen lesz a hangulat közöttetek? Tehát valahogy a kettőtök kapcsolata, hogyha mint például, amiről beszéltünk ugye a nyírádi, tavaly az előtte lévő évi nyírádi ütközés után, és ott mindig egy kicsit megáll a levegő, és mindenki nézi, hogy most milyen helyzet nálatok. Igazán, de olyan kakucsi ütközés, hát visszanéztük 1000 szögből, 1000 kamerából, a Ramler belsője elkértük HD-ba, és igazán, de az én kocsim már jóval előrébb van, tehát én még hagytam is helyet, tehát nem levágtam a kanyarat. Én nem értettem egyébként. Szerintem, hogyha Tomi bejön mögém, és a következőre látta, hogy sokkal, tehát másodpercekre lassabban voltam a hátsó gödrök miatt. Úgyhogy, hát hogy nem volt helyen, félt, hogy a többiek megelőzik. Hát ez egy ilyen versenybaleset volt, igazándiból. Én lerepültem a pályára, én azt az első gumit ki is hagytam, mert nem tudtam befordulni. De aztán megbékéltünk.
Beszéltünk ott is a verseny előtt és a következő verseny előtt is, és mondtad, hogy tehát az csoda, hogyha ott a Tomi előtt tudsz végezni, hiszen a hátsó pálya részen mondtad, hogy a Tomi autója sokkal jobb, és ez a második futam igazán Dimóban is igazolgatott, hogy ott legyőzhetetlennek tűnt a Tomi. Igen. Kivéve azt a lángot mondjuk, ami úgy látszott, hogy megállítja. Szerencsés, nagy láng volt, de szerencsés volt, hogy nem sérültek olyan részei a kocsijának, amit nem tudtak kijavítani. Hát tudtam, az a hátsó múlva az annyira, tehát konkrétan a koptó-kopping megy a Mitsubishi gátlója, és hogyha végig tudnám gyorsabban tolni, de akkor tudja, hogy szétesne. Tehát így is lelazul minden, eltörnek ilyenfejek, kiesnek a teflonok, tehát én úgy jövök le a kakucsi pályára, hogy csörög-zörög minden, tehát állunk fel a kamionba, hogy kattog, löcsögnek a kerekek előre átra, tehát igazándiból azt a mélységet, tehát hogy fél méter mély gödrökbe behuppan 130-140, onnan kirepülsz fél méter magasra, újra vissza, tehát konkrétan az autó arra saját szélvédőmre földobja a homokot, tehát azért az valamit takar. Tehát a kocsi egy autokrosszra lett építve, ha őknek is igazi rallycross kocsi lenne, tehát olyan rugó, már most már az új építésű rallycross autók is ilyen pont ezek miatt a ugratók vagy ilyen pályák miatt ilyen hosszú rugó úttal rendelkeznek. Mint a Grenbachban azok két Ford, az érdekesen helyzetű az autókat. Na jó, hát azok nem oda alakulnak, de most már nagy ebbén is, amik mennek a csikén hosszú rugó úttal, és ezáltal jól lágyot tudják őket csinálni, és konkrétan úgy felveszik az út egyenletlenségeit, tehát a Solberg autó is rádobja a balesső kereket a kerékvetőre, és meg se billent a kocsi. Hát annyira oda mennék a kerékvetőre, azt tudja, a fejemen csúsznék tovább. Tehát azért, mert akkor a rugót, hogy meg tudják oldani, hogy ez tényleg, mint a macska, úgy essen le mindenhol, meg azt az egy lábát felhúzza mindig, tehát értenek hozzá. Nagyon nem tudok pozitívan nyilatkozni az évad záró futamról. Szerintem onnan nem sokan jöttek el boldogan. Mindenféle szempontból. Isten ments, hogy a vezetőséget, a szapágat, hogy bármit bíráljam, hiszen ki vagyok én ehhez, de onnan csalódottan távoztunk. Azért egy ilyen szezonnak nem ilyen zárást várt volna az ember. Hát ez csalódás volt, hogy nem döntővel zárult. Tehát volt már olyan verseny, igen, Melkbe is, hogy az időjárás miatt, az indulók száma miatt nem volt idő mindenre, de akkor két futam után csinálták a döntőt. Tehát itt is azt kell, tehát nem tudom, lehet, hogy azóta változtak a szabályok, aztán valami szabálymódosítás volt, hogy nem lehet két futam után döntött, de az lett volna az észszerű. Meg hát egy idő alapján eldől egy rallycross, az olyan, mintha csak edzettünk volna tulajdonképpen, tehát nem is mentünk egymásra. Ja, végül is mentem mindenki ellen, igen, de mégsem az, mikor a döntőben, mikor hat kör, és akkor tényleg ott dől el, hogy kibírja jobban cérnával. Hát meg bárki, aki évek óta benne van a rallycrossban, most ki tudta, hogy mi lett a végem, visszaálltottuk az autóból. Tehát ez így egy fura volt egy kicsit. Például pont a juniorokra visszatérve, tehát újházi Tomi, aki egész futamot megnyert, itt nem nyert, mert valami nem jött össze az egyik futamon, amit ugye legjobb lehetett volna. De a döntőbe behozott. Igen. Így is csak harmadik lettem, hogy az egyik futamot eltett. És azért az kellemetlen gondolom, amikor végig egy ilyen nap. Hát az akkor lett volna főleg kellemetlen, hogyha mondjuk csak két pont különbség van, és abban vesztem, hogy nincs döntő. Mert lehetett volna egy ilyen szituáció. Hogy kevés az, hogy harmadik vagyok, hanem másodiknak kellett volna lennem. Tehát akkor nagyon bosszantott volna. Viszont elmondhatjuk, hogy a diátadon azért ezzel kárpótolva lettünk ennek ellenében. Hiszen egy nagyon jó minőségű diátadon vagyunk. Igen, az nagyon. Immusztal ügyével ez tényleg megható is volt, meg tényleg a diát, meg az egész lebonyolítás az nagyon jó volt. Nem is kis létszámmal, mert 300 fölötti létszámmal voltak a vendégek. Hogy összegeznénk ezt a 2013-as évet? Így átbeszélünk az egészet. Hát én nagyon élveztem. Nagyon tetszett az Airbnb való menés is, hogy a csúcs technikákhoz ilyen közel vagyunk már, mert én csak bekerültem a elődöntőbe, és olyan autókat meg tudtam venni tisztán, amik x éve mennek, és nagyon komoly technikák. Tudom, milyen autók, milyen pilotákkal is meg tudom venni, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ilyen szintű a kocsink. Úgyhogy sikerül, hogy Evo 10-es csinálunk, és ez ugyanilyen gyors lesz, akkor még jó pár évig nehéz lesz minket megfogni. Azért azt tudjuk, hogy a konkurencia is készül, az ellenfél. Varzoliék is például egy új szerkezeten dolgoznak. Károly Tomi is mondta, hogy fejlesztenek az autón azért úgy, hogy rallycross irányába is fejlődjen. Továbbra is hát nem lesz egyszerű tényleg. Szóval. Hát itt nekem sajnos az Evo 10-es dolog, hogy
Januárban derült ki, hogy lehet menni vele, mert ez tavaly még úgy volt, hogy nem lehet menni, mert szabály, egy régi szabály, amikor még minden kocsiból volt ás. Most meg ugye már csak N-es kategóriák vannak, és a régi szabály úgy volt, hogy csak ás kocsiból lehet rallycrossozni, és szerencsére ezt idén december végén megszavazták, hogy legyen tulajdonképpen bármilyen homolog autóból lehet sem csinálni. És ez januárra jött ki papíron, úgyhogy most úgy jövünk vele, hogy valószínűleg elkezdjük azért, de nem biztos, hogy 20 hétről meg lesz. Tehát, de hát addig ott a másik, vagy ott a Nissan, akármi, tehát szerencsére van ott a sorban a tartalékautó. Úgyhogy mondjuk Mária Pocson jó lenne debütálni, de szerintem 3 hónap, hogy ismerem a alkatrész forrás beszerző, azok nem mindig. Tehát hiába ígérik meg az 1 hónapot, van amikor 2. Mi lehet ezzel a 2014-es szezonnal? Ugye nagyjából már látjuk, hogy milyen futamok lesznek. Annyi különbsége, hogy bejön egy kakucs helyett egy nagy dobos, illetve számomra is kérdőjeles, hogy a Greinbach helyett ismét Fuglau. Nem sok pozitív élményem a Fuglau. Nekem se, tehát konkrétan nem szeretem. Itt annyi talán lehet jó, hogy most nyáron még sosem voltunk Fuglauban, lehet, hogy akkor szép zöld minden, meg jó a hangulat, meg nem fagyunk meg éjjel, meg talán lesz víz is, meg világítás, tehát még nyáron ez nem annyira fontos. Tehát talán egy jó verseny lesz, meg a pályán ugye a sok szikla, meg a sok... Igazán de lehet, hogy csak az ősz miatt van, akkor fővel lazulva minden, lehet, hogy ez nyáron jobb lesz, vagy még rosszabb, mert ugye a száraz sziklákon fogunk ott ugratni. Nem értem, majd de most meg örülök, hát én ott 10 éve voltam utoljára, amikor nem sok jó emlékem volt, hogy kizártak, meg 5 kört mentünk egy futamban, nem 4-et, és abban az alapján soroltak be. Kizártak jogtalan, utána a fotokon látszik, hogy nem értem hozzá, aki azt mondta, hogy én kiforgattam, csak defektet kapott, és azt hitték, hogy azért kapott defektet, mert neki mentem, és defektet kapott, és kiforgott előttem, de... Meg érdekel, én szeretek nagyon új pályákon, aki főleg oda még mindennyi, és mindenkinek új. Nekem az beszokott jönni, de már most is bejön, tehát a lelök hamar rá találok az új pályáknak a vonalára, de nem idén is sikerül. Ha valaki azt mondja, hogy Harsányi Zoltán, akkor az valahol egy rallycross. Ha valaki azt mondja, hogy rallycross, akkor sokaknak Harsányi Zoltán és az Evo jut eszébe. Ezt hogy éled meg? Mit szólsz? Milyen érzés ez? Hát nem olyan régóta van ez, mert a Kotán Peti, aki szintén 8-szoros bajnok, ő uralta ezt nagyon, tehát 10 évig mondjuk azt. Tehát még 2-3 éve is a rallycross, akkor Kotán jutott valakinek eszébe, tehát, és még most is. Tehát. Ő ezt annyira sokáig csinálta, mint én, csak ő előbb kezdte, és hamarabb lett ilyen mindig előmenő, hogy mondjam ezt, igen, tehát többet nyerő, úgyhogy örülök neki, hogy most már sokan. Nekem furcsa egy picit egyébként, mert nekem fura, amikor valaki azt mondja, te vagy az a rallycrossos, én, hát nem is értem onnan, persze nyilván azért ennyi év volt, mióta ennyi tévéadással rólunk, meg ennyi újság, meg ennyi könyv, azért beérett ez a dolog, hogy tényleg most már összekötnek ebben, de nagyon nagy öröm, hát én ugye azért kezdtem ezt 20 éve, hogy és mindenki azért kezdi, csak nem mindenkinek sikerül, mert nincs szerencséje, nincs, nekem szerencsém volt csapatban, akik segítettek megteremteni a dolgokat, tehát mondhatni azt, hogy nagy mázlim van ebben. Mit szólsz a rallycrossos családi filmigéhez, tehát egy ilyen szombatesti szervizpark azért az egy rallycrossban mindig más, mint bármilyen más csapatsportágban, most már mondhatom ezt autósporton belül. Hát ennek azért nagyon örülök, mert voltak olyan évek, ugye ebből a 10-ből, amiről mondjuk az utolsó 15-et, amióta nagy kategen megyek, hogy nekem is van egy kicsit közöm hozzá, hogy mindenki ilyen barát, vagy hát barátságosabb, most már mindenki tényleg nincsenek feszültségek, meg veszekedések. Akkor egy jó pár versenyzővel én elkezdtem beszélgetni, hogy ne csináljuk, mert kevesen vagyunk, akkor különösen kevesen voltunk, és most, ha már nem beszél senki, most van 4-5 autó, és egymással nem beszélünk, a szóvezet, és ezt akkor meg is értették, akiről beszélek, nem akarom ezt nevesíteni, és azóta szerencsére ez sose jön felszínre, mert mindenki látja, hogy ez így normális, tehát nem vagyunk annyian, meg egymás ellen megyünk, tehát most ha egy rallisok haragudhatnak egymásra, külön mennek a pályán, nem fogják egymást, de hogyha úgy megyünk be a pályára reggel, hogy én most azt megölöm, akkor tehát itt azért van esély. Tehát most itt vannak olyan szituációk, hogy olyanba belekergesd a másikat, hogy nagyon nagyot essen, de szerintem ennek nem lenne. Tehát előbb-utóbb a tömegverekedés lenne a pályán, tehát azt szerintem nem hozna ezen a dolgon. Úgyhogy örülök is, hogy mindenki belátja, hogy ezt tényleg nem a depóba kell eldönteni a pályán.
Varzoliék csatlakoztak hozzátok a csapathoz. Meddig építhető egy ilyen csapat, meddig bővíthető szerinted, ami még úgy működik, hogy nem okoz kárt egy csapat számára, tehát nem kell teljesen szétszakadni annyira, hogy valaki ennek a kárát így meg. Hát szerintem egy ilyen 2-3-4 autó maximum, utána már nem. Tehát igen, utána már nehéz annyi olyan emberrel dolgozni, hogy ennyi autóra legyen idő, ezt mondjuk itt. Tehát, inkább az emberi tényező. Igen, emberi tényező. Igen. Mondja, mesélj légy szíves egy történetet, ami azt mondod, hogy így ha visszagondolsz az elmúlt 10 pár évre, akkor elsőnek az jut eszedbe. Bármi lehet az, akár pozitív, akár negatív, bármi, ami... Jaj, egy Grand-Bucky verseny. Nem is tudom, hogy a napközben ugye a problémák hogy voltak, vagy hát nem is tudom, hogy polból mentem, nem is ez a lényeg. Nem tudom elmondani az előző, az a lényeg, elrajtoltunk, és én valakivel ott összekoccantam, igen, nem is elsőnek jöttem el, és becsukodott a bal első tükröm, és a bal külső tükröm, meg talán a jobb külső is. Tehát nem volt tükröm, csak a középső, a benti, meg elmagban mindenhol kanyarod, és nem látod a tükörbe, hogy ki hol merre van, meg ugye a Joker-kör is, és ott nagyon nagy különbséget okoz a Joker-kör. És én mentem egyedül, mentem, és látom, hogy lehintenek. És a Joker-ről is fogok kiment, nem látom sehol senkit. És látom, hogy lehintenek, és nem látok magam előtt senkit. Úristen, nem, de így elvertek, hogy nem is látom. Akkor néztem már a tükörbe, és ott jött mögöttem mindenki, én konkrétan nem tudtam, hogy megnyertem. Tehát én begurultam, és ezért nem mondom, el voltam keseredve, hogy úgy megvettek, hogy nem látom őket. És közben belenézek, akkor kiegyenesedett a pálya, és ott jöttek mögöttem a többiek. És tehát az utolsó Joker végére hagyták, és akkor jöttek be mögém. Tehát nem volt nagy az előnyöm, de volt azért, és én ezt nem, ebből az egészből semmit. Én nem találkoztam egész versenyen senkivel a pályán, és én nyertem. Ez volt a legérdekesebb. Köszönöm szépen ezt a beszélgetést. Köszönöm. Nagyon nagy élmény volt számomra. És hát akkor találkozunk az év elején. Az biztos. Ha jól emlékszem, akkor Mária Pócsom. Nyilván. Majd kiderül. Szerintem? Nem húsvé? Akkor Pócs. Pócs. Akkor április 20. Pócs. Pócs, Nyírád, Pócs, és akkor utána igen. Találna. Igen. Nagy dobos Fuglau. Igen. És utána Kakucsi, és megint Nyírád. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm.